Megint vita van. Picit megigazítok. Sziasztok, hanem a Veszti, és mint a múltkor megtettük a Starliner-ről, most a SpaceX és az FAA szituációjáról fogok nektek mesélni, és arról, hogy én ezt aerospace mérnöki, és legfőképpen rendszerbiztonság mérnöki szempontból hogyan látom. És megint egy kicsit arról fogunk alapvetően, és legalábbis legelőször beszélni, hogy mit kell tudni ahhoz, hogy valaki az FAA-val együtt dolgozzon. Az FAA, vagyis a Federal Aviation Administration, akik az USA-ban felügyelik nem csak a rakétákat, azoknak az indítását, azoknak a visszatérését, de a repülőket is, a pilótákávállást és igazából mindent. Mostanában igencsak össze van veszve a SpaceX-szel, és ennek igen sok szempontja van, és igen sok oka is. Ha a tények érdekelnek titeket, akkor amúgy nagyon ajánlom a srácok már fent lévő videóját és kibeszélő részét is a heti Starship fejleményekben, de én most arról fogok beszélni, hogy én mit gondolok, meg azóta mi történt, hogy ők erről nyilatkoztak. Alapvetően, amikor biztonsági mérnök vagy, mint a múltkor megbeszéltük, igen sokat foglalkozol valószínűségekkel. De kinek foglalkozol a valószínűségekkel? Nyilván alapvetően a fejlesztési folyamat része a biztonság figyelembevétele, valamint az is, hogy milyen jelentőségeket lehet ebből kihozni, de ami még fontosabb az az, hogy ezt nyilván valakinek le kell adni, mert hogy az, hogy te repülőkre szállsz, az, hogy rakéták fölre lepkednek, azt valakinek jóvá kell hagynia, mert egy kicsit erős lenne, ha mindannyian kimehetnénk a hátsó kertbe és rakétákat indítgatnánk hobbiból, bár semmi sem lehetetlen, de azért nyilván ennek vannak felügyelő szervei, hiszen a biztonság egy nagyon-nagyon fontos dolog. Azért itt megjegyezném, és szeretek embereket emlékeztetni arra, hogy a rakéták nagyon tudnának fájni. Úgyhogy igencsak fontos, hogy az embereket, az állatokat és a környezetünket is biztonságban tartsunk, mert nem kis tüzeket lehet ilyenekkel indítani. A jelenlegi FITA főtárnya, mint tudjuk, az az, hogy a Starship-et szeretné a SpaceX újra elindítani, és egy újfajta technológiát is demonstrálni ezzel. Igazából már amint lehet. Ha követtétek, hogy mi történik X-en, vagyis a régi Twitteren, akkor láthattátok, hogy a SpaceX elég erősen próbálja az FAA-t afelé tolni, hogy ezt jóvá hagyják nekik. Viszont az FAA már, vagyis pár nappal ezelőtt már úgy nyilatkozott, hogy ezt leghamarabb november vége felé fogják nekik jóváhagyni, és ennek több oka is van. Nyilván ezen a SpaceX eléggé kiakadt, és most már ott tartunk, hogy azt mondják, hogy az FAA többféle dolog miatt is megbüntette őket, amiért nem kellett volna. Gondolkozunk el azon, hogy mi egyszer kölcsönadnánk valakinek az autónkat, és ő azt már többször, és ide szerintem ki tudjuk rakni, neki vezette a falnak, ha úgy nézzük. Ugyanis az FAA nem kevésszer megbüntette mostanában a SpaceX-et, mivel az ő állásuk szerint, vagy legalább itt, amit jelenleg mondanak, igen sokszor nem figyeltek oda a szabályokra, és arra sem, hogy mit, hogyan kéne csinálni. Ez nyilván, ha a mi helyzetünk lenne és a saját autónk, akkor valószínűleg a legközelebb, amikor kölcsön szeretnék kérni az autónkat, nem szívesen mondanánk azt, hogy tessék, vigyed. Nyilván ez egy nagyon más helyzet, és alapvetően nagyon-nagyon sok probléma szokott előfordulni, és rengeteg tesztelés van, pont azért, mert a mérnöki szakma is főleg a rakétaépítés nem egy egyszerű dolog. De nézzünk egy kicsit az FAA szemszögéből. Nem csak arról van szó, hogy ők már többször adták ezt az autót, és a SpaceX igazából fejjel előre neki vezette a falnak, és egyszer már úgyis elvitte a sluszkulcsot, hogy oda se adtuk. De alapvetően az FAA nem maga találja ki ezeket a szabályokat. Ezeket a szabályokat akár ti is elolvashatjátok, én igen sokat foglalkozom azzal, hogy ezt körülbelül fejből is tudjam. A rakétaindításoknak a 14 CFR 400 a széria nevezetű elírások vagy kiírások, amik meghatározzák, hogy mire és hogyan kell odafigyelni. Itt legfőképpen ezekre kell odafigyelnie a SpaceX-nek, amikor engedélyt kér, és ezeket nekik be is kell bizonyítania. Az FAA-nek nem az a feladata a körülbelül amúgy 6700 mérnökével, vagy legalábbis ezt az infót tudtam találni az interneten, hogy körülbelül ennyien dolgoznak ott, ők évente több 100 000 engedélyt adnak ki, mert az FAA felügyeli a rakétákat, a visszatérést, a teszteléseket, valamint a repülőgépipar teljes létét is. Újfajta repülők, repülőmódosítások, bármilyen kisebb repülő, de bármi, a pilóták, az, hogy neked repülőjogsid legyen, az, hogy bárkinek repülőjogsid legyen, mint gondolhatjátok, ez konkrétan több 100 000 éves engedély. És ha van 6700 mérnököd, akkor ez a kettő nem igazán találkozik, hiszen mégis hogyan lenne valakinek arra ideje, hogy mindent megértsen, majd analizálja, és ezek után eldöntse, azért belátható időn belül, hogy valami biztonságos-e rendben van, és mehet-e úgy, ahogy van. Ezért van az, hogy mint én, aki biztonsági mérnök, és meg bizhatósági mérnök, azon dolgozom, hogy ezeket be tudjuk mutatni az ilyen felügyelő szerveknek, és úgymond eléjük rakni egy megbízható, szokásos formában, amiket amúgy az ARP-k, azaz az Aerospace Recommended Practices határoz meg, hogy milyen formában. Találjuk eléjük, hogy ők amennyire lehet olyan gyorsan, érthetően, tisztán és biztosan mondhatják az, hogy ez egy megbízható rendszer, ez egy rendben lévő bolog, ettől senkinek semmi baja nem lesz. A SpaceX jelenlegi esetében ugye azzal van az alapvető probléma, vagy legalábbis az FAA arról nyilatkozik, hogy a
hangszennyezés és a sonic boom túlságosan veszélyes. Ez egy érthető dolog, és nyilván itt tudunk arról vitatkozni, hogy de miért is lenne ez esetleg annyiban más, mint a Flight Test 4 ezzel az 5-nél. Erre igazából nem tudok mit mondani, és egyikünk se tudna, hiszen nem tudjuk, hogy a technológia valójában hogyan működik, és nem tudjuk, hogy miben más. Nem tudjuk, hogy mik az operációs feltételek, nem tudjuk, hogy milyen azok az adatok, amiket a SpaceX az FAA-nak be tudott mutatni. Amit én sejtek, hogy történhetett, és ami miatt az FAA azt mondja, hogy ez sok idő lesz, az egy azért van, mivel ez egy új technológia. Új technológiát jóvá hagyatni az FAA-val, vagy amúgy bármilyen ilyen felügyelő felvezettel nem egyszerű, hiszen valami újat mutatsz nekik, amit az ott dolgozó felügyelő jóváhagyó mérnököknek elsősorban meg kell értenie, utána nekik is belátnia, hogy ez biztonságos, és azt is elfogadtatni velük, hogy ahogy te tesztelted a számok, amiket te bemutatsz, valójában megbízhatóak. Tehát az első probléma az az, hogy új technológia, és ezt az FAA-nak is át kell gondolnia, hogy vajon mit gondol róla. Ebben jön a másik pont, ami pedig az, hogy ezeknek a mérnököknek azért egy szintig meg kell értenie, hogy ezek a rendszerek hogy működnek. És nyilván ilyenkor együtt dolgozik a SpaceX és az FAA, de itt jön még egy probléma. A SpaceX-nek nem sok mérnöke van, aki igazából azon dolgozik nap, mint nap, hogy az FAA-val foglalkozzanak, vagy arról, hogy az ilyen papírokat kitöltsék, leadják. Erről lehetne vitatkozni, hogy ez egy jó vagy rossz döntés, vagy hogy így alapvetően erről én és mások mit gondolunk. Nyilván én, mint biztonsági mérnök mindig azt fogom mondani, hogy minél többen vagyunk, annál jobb, hiszen annál biztonságosabban, gyorsabban lehet bármilyen ilyet jóvá hagyatni, és a design procedúrát is úgy meghatározni, hogy a legbiztonságosabb legyen. De nyilván azt is be kell látni, hogy a SpaceX-nek nem az az elsődleges célja, hogy ezzel foglalkozzon, hanem hogy az új technológiait fejlessze, hogy olyan mérnököket alkalmazzon, és úgy alkalmazza azokat a mérnököket, hogy új dolgokat találjanak igazából fel nap, mint nap, és mindezt lehetővé tegyék a millió projektjükön. Úgyhogy én alapvetően azt mondanám, hogy ez egy bonyolult téma abból a szempontból, hogy én megértem az FAA álláspontját, amikor ők azt mondják, hogy nézd, ezeket a szabályokat nem mi találjuk ki, nem mi írjuk elő, viszont nekünk kell betartatni. Helyezzük magunkat annak a mérnöknek a helyébe, aki, mint egy ember, az a feladat, hogy aláír egy utolsó papírt, amin az ő neve van, hogy nem lesz semmi gond. Minden rendben lesz. Ez egy nagyon nehéz dolog, és nyilván ez nagyon fontos, hogy ezt nem könnyen és egyszerűen és gyorsan mondja a legtöbb mérnök azt, hogy igen, rendben lesz, én aláírtam, hiszen utána, ha bármilyen probléma van, az az ő felelősségük. És ez is nagyon fontos. Az FAA nem kitalálja ezeket a szabályokat, hanem betartatja, de ha ő azt mondja, hogy te ezt már megoldottad, akkor utána az ő felelőssége. Ha valami félre megy, nyilván egy szintig az FAA felelőssége, hiszen ők írták alá. Ők mondják azt, hogy ez így rendben van. És ez nem egy egyszerű dolog. Én sem magabiztosan mondanám egy ilyesmire azt, főleg nem új technológiákra, hogy jó, hát akkor 2 hét alatt meglátjuk, hogy ez így jó lesz-e. Valamint ott van a másik szempont, amit említettem. Az FAA-nél nem dolgoznak alapvetően sokan, viszont millió projektre kell fókuszálniuk, és a SpaceX eléggé néha szeret a speciális gyerek, vagy a legfontosabb gyermek szerepében ticcelegni. És erre az FAA-nek a vezetője mondta azt a minapi konferencián, hogy a SpaceX lassan 20 éve működik, mert nem lehet rájuk azt mondani, hogy ők egy feltörekvő új startup cég, mert igazából nem az. Úgyhogy nekik is be kell tartani a szabályokat, és ebben már nem tudja úgy fogni az FAA a kezüket, mint eleinte. Ugyanis ez egy nagyon fontos tény az FAA-ről, hogy ők igen sok energiát és amúgy pénzt is fektetnek bele abba, hogy az új technológiákat, új cégeket, kisebb cégeket, startupokat jobban támogassák abban, hogy megtanulják maguk is beadni az ilyen papírokat, és egy kicsit jobban odafigyelnek, úgymond rájuk, és közelebb is dolgozol velük. Én magam is dolgoztam így, hiszen én is dolgoztam egy nagy startupnál. Viszont a SpaceX esetében ez már kezd egy kicsit olyan lenni, hogy 20 éve foglalkozunk valamivel, amivel még mindig nem szeretnénk úgy igazán felnőttek lenni, hanem még mindig szeretném fogni az anyukám kezét, és várni, hogy ő megmondja, hogy mit csináljak. Mindannyian tudjuk, hogy ez örökké nem mehet így. Én nyilván megértem a SpaceX szempontját is, és alapvetően nagyon támogatom azt, amire végre kezdenek rájönni, és én azt mondanám, hogy a legelejétől fogva ezzel kellett volna foglalkozniuk. Mint mondtuk, ezeket a szabályokat nem az FAA találja ki, ők ezeket betartatják, felügyelik, megvizsgálják, hogy úgy van-e, ahogy kéne lennie. De nem ők találják ki. Az FAA-nek vannak támogató bizottságai, meg olyanok, akik gondolkoznak azon, hogy mit hogyan kéne megváltoztatni, de alapvetően nem ők találják ezeket ki, hanem ez egy politikai dolog. Ezek törvények, ezt a kongresszus írja elő, úgyhogy a SpaceX-nek, ha változást szeretne, vagy az, hogy a folyamat megváltozzon, akkor arra kéne fókuszálni, amire remélhetőleg el is kezdenek, hogy a kongresszus ajtaját dübörgetik, és a politikusok ajtaját, és mondják nekik, hogy ez így nem mehet tovább.
És ebben valahol igazuk is van, mert az FAI jelenlegi rendszerei arra vannak kitalálva, hogy mondjuk évente 30-40 indításra adjanak engedélyt, és tavaly előtt már több mint 100-ra adtak engedélyt per év. És ez sokkal-sokkal több munka, viszont ha a megfelelő procedúrák, rendszerek erre nem léteznek, akkor ezt nagyon nehéz nekik is megoldani. Úgyhogy reméljük, vagy legalábbis én remélem, hogy ami ebből kijön, az valójában egy ilyen változás lesz. Hogy egy új folyamatot találunk ki, ami támogatja azt, hogy ez az egész előre tudjon mozdulni, és sokkal-sokkal több rakétaindítás lehessen per év, de továbbra is biztonságosan. És úgy, hogy mindenki, minden, a környezet, az emberek, a területek, vagy bármi, ami történhet, az a legbiztonságosabb formában menjen tönkre, ha valami tönkre is menne.